Sziasztok, itt egy érdekes kihívás. Csináljátok olyan kalandpályát, amelyben Nyúl Lancs, Csoki Nyúl, Dogi Andi királynő, Kenri koldus, Csabinyó fényképész, Ice Blue Bird bohóc, Kopci plastikai sebész, Alma szuperhős, Varus kartfogú Vuki, Csabusa pedig főleg szőnyegeladásban utazó, de néha hússal kereskedő ügynök. A pályákat a csabusa69@gmail.com címre küldjétek, határidő június 1. Sok sikert! Sziasztok! Ebben a videóban egy nagyon király szerkezetet fogok bemutatni, az, hogy hogyan lehet vasajtót átnevezett tárgyal kinyitni. Ugye korábban volt egy videóm, ahol bemutattam, hogy ezt ládával hogyan lehet megcsinálni. Hát azóta tömegével kapom a kérdéseket, hogy lehet ezt vasajtóval megcsinálni, meg hogy nem működik ajtóval. Persze, hogy nem működik, mert a vasajtónak nincsen ilyen tagje, csak a tájtárolóknak, tehát a droppernek, a diszpenzernek, a hoppernek, a ládáknak, stb. Tehát a tájtárolóknak van ilyen tagje. Viszont annyiszor megkaptam ezt a kérdést, hogy úgy döntöttem, csinálok róla egy szerkezetet, ami ugyanezt a hatást éri el, csak vashajtóval. Na, akkor gyorsan meg is mutatom. Tehát itt van egy vashajtó, ez ugye nem nyílik kézből, kézzel egyébként se, de hogyha használok rajta egy sajtnak átnevezett tárgyat, akkor kinyílik. Itt van mellette egy másik, ezt meg bimbóval, bimbónak átnevezett tárgyal lehet kinyitni. Tök jó. Hát röviden ennyi. Akkor lássuk a működést. Valójában mindkét ajtóban egy falusi áll. Sajtnak van elnevezve ez meg a bimbónak. És hát valójában nem az ajtót használjuk, hanem a falusit. Ugye a falusival, amikor a falusit próbálunk használni, akkor előjön az a trade ablak, az a cserélgetés. Itt meg van csinálva, hogy ne jöjjön elő. Ezt úgy lehet elérni, hogy itt mindjárt mutatom a tagek között, itt van. Ha a falusi tag jeibe azt írjátok, hogy offers, és akkor egy ilyen üres kapcsolózárójelet írtok, akkor nem jön fel ez az ablak. Illetve van egy score, ami számolja, hogy hányszor próbálunk meg trédelni a falusival. Ez a mindjárt lőtúrom. Ez a talk to villager. Én felvettem egy ilyet, csak trade-nek neveztem el. Tehát ez azt tudja, hogy számolja, hogy hányszor próbálok trédelni a falusival, igen. És ezt érzékeli a rendszer, és jön az ellenőrzés, hogy na de milyen tárgy volt a kezemben, na de minek volt a közelemben elnevezve a falusi, ha ez a kettő stimmel, akkor kinyílik az ajtó. Tehát röviden ennyi a szerkezet. Mutatom is. Ja igen, az első, illetve a másik nagyon fontos dolog, hogy alapból most így 1.9-ben van ez a lögdösődés, tehát én lerakok egy mobot, na most nem rakom le, tök mindegy. Ha no AI is van rajta, tehát ki van kapcsolva a mesterséges intelligenciája, akkor is el tudom lögdösni. Hát egy ilyen szerkezetnél azért eléggé veszélyes, hogyha én ezt itt a ajtón belülre lögdösöm, akkor nem tudom kinyitni. Ezért csináltam egy csapatot, egy teamet, amin beállítottam, hogy a csapattagok ne tudjanak lögdösödni, és ez az ismétlős kommandok azt csinálja, hogy aki még nincs a csapatban, az belerakja. Csapatot csinálni úgy lehet, ha már itt vagyok, gyorsan elmondom, hogy teams add, mondjuk ast, akkor van egy ast csapatunk, és akkor teams option, az asnak beállítom, nem a szint, hanem a ott van egy collision rule, és akkor ennek is vannak ilyen értékei, és azt írom, hogy never. És akkor aki az ast csapatban van, akkor az nem tud lögdösödni, na ugyanezt csináltam XY-nal. Igen. Aztán ez is folyamatosan fut, hogy a játékos, akinek egy a trédje, ugye amit mondtam, hogy használtam a falusit, annak nullára állítja. Ha ez lefutott, mert hát használtam a falusit, vagy beszéltem vele, inkább így mondom, akkor ez is lefut, ez ugye conditionerre van állítva. Lerak egy redstone blokkot, ide aktiválja, ezek itt az ellenőrzések. Ugye, amit először lefut, az, hogy a játékosnak adok egy taget, történetesen a sajtot, hogyha a sajt van kiválasztva. Tehát ezt úgy kell olvasni, hogy adok egy olyan taget, ez ugye scoreboard parancs, ami sajt annak a játékosnak, illetve minden olyan, ugye kukaca, minden olyan játékosnak, akinek a selected item és sajtnak van átnevezve, ez a tag display name tag-geken belül van. Így kell megadni. A játékos kap egy ilyen taget. Aztán a következő lefutatja mindenkivel egy execute parancs, aki rajta van ez a sajt,
hogy a közelében lévő falusik, így ott van R5, ez azért fontos, hogy ne az a pályán lévő összes sajtajtót nyissam ki, hanem csak ami közelemben van. Akiknek sajt a neve, azok leraknak egy redstone blokkot az ajtó fölé, ugye láttátok, mutattam. Oda. Ezeket természetesen lehet módosítani, hogy ne redstone blokkot rakjon, hanem fáklyát. Tehát ahogy megépítitek, ahogy hozzá lehet férni az ajtóhoz. Ezt lehet cserélgetni. Igen, és akkor az utolsó pedig levesz a játékosról ezt a sajt teget. Mert ha örökké rajta van, akkor ahogy sétálok a pályán, elmegyek egy másik sajtos ajtó mellett, az is kinyílik. A másikban ugyanez van csak bimbóval, csak itt megmutattam, hogy hogyan lehet ezt sokszorozni így egymás mellé. Ugye csak át kell írni ezeket az értékeket. Jó, csináltam még egy olyan funkciót erre a szerkezetre, hogy könnyen lehessen falusit lepakolni. Azaz, leraktok egy ajtót, fölé egy blokkot, mely rá egy restont, és ezzel a tojással leraktok egy falusit, amit úgy neveztek el, amilyen ajtót szeretnétek. Tehát ha most ezt ilyen bimbós ajtónak szeretném, akkor ide lerakok egy falusit. Ott van egyébként, és akkor mostantól ez az ajtó bimbóval nyílik. Elég közel vagyok. Jó, ehhez tudni kell pár dolgot. Ez a command block adja egyébként a tojást. Ezt csak annyi, hogy át kell nevezni. Ha új kulcsot szeretnétek, akkor értelemszerűen előtte ezt itt meg kell csinálni. Tehát oké, hogy én most nem tudom, szeretnék egy olyan ajtót, ami rózsával nyílik, hozzá kell ezeket a command blockokat is megcsinálni. Nem elég az, hogy egy átnevezett falusit lerakok. Sajnos még nincs annyira felkészül a Minecraft, hogy ezt meg lehessen csinálni, hogy egy falusinak a nevét, meg a kezemben tartott tárgynak a nevét összehasonlítsam. Esetleg úgy lehet, de abban sem vagyok biztos, hogy működne, hogyha kidobom a tárgyat, de hát az elég hülyén néz ki. Szóval azt se hagyjátok ki. Na, viszont amikor én lerakok egy entitást, legyen mondjuk falusi, csak azért is, az ugye a blokk közepén lesz, viszont ez nekünk nem jó, mert ugye ki kell lógni az ajtóból. Szóval ezt a falusit arrébb kell teleportálni, és ezek a parancsok csinálják meg azt. Röviden tömören annyi, hogy megnéz, hogy merre néz a játékos, és arrébb teleportálja attól függen a falusit. Tehát nagyon fontos, hogy amikor mondjuk lerakok egy ajtót, ami most így erre néz, akkor ne úgy rakjam le, hogy így, ide, mert akkor errébb fogja teleportálni. Tehát, hogy szembe legyetek az ajtóval, és úgy rakjátok le. És akkor tök jó lesz. Annyi, hogy a tojásnak itt már 1.9-ben meg lehet adni tegeket, korábban nem lehetett, úgyhogy meg van csinálva, hogy no AI, csendes legyen, ne legyenek ezek, ne lehessen vele trédelni, láthatatlan legyen ez az Active Effects, és ami nagyon fontos, még ez a text, van benne egy ilyen new text, tehát úgy születik a falusi, hogy van rajta egy tag. Ez ugye elmozgatja azt a falusit, ami rajta van a tag, és végül az utolsó az leveszi. Ez azért fontos, mert ha ez nincs meg, akkor így elindul a semmibe. Mindig arrébb teleportál, mert hát rajta van a tag. Úgyhogy születésnél rajta van, elteleportál, és aztán az utolsó leveszi. Röviden tömören ennyi. Az ajtó becsukás nincs megcsinálva, tehát hogyha még egyszer használom, akkor nem történik semmi. Ez bimbós ajtó volt. Nem történik semmi, ez nincs megcsinálva. Aki kedvet érez magában, az nyugodtan csinálja meg, sőt küldje el nekem, szívesen megnézem. Meg lehet csinálni egyébként. De szerintem igazából nincs nagy szükség, tehát egyszer kinyitottam, akkor minek csuknám vissza. De nyugodtan tovább lehet fejleszteni. Használjátok egészséggel. A kézikönyv óvjon.